Az a Szent Ige, amely szólott hozzám, és amely szól hozzátok, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségül hívva, és segítségében reménykedve, a gyülekezet hitére és imáira is támaszkodva igét szeretnék mondani. Megvan írva az előbb olvasott Jánosi evangéliumban, abból egyetlen egy sort, egy Jézusi mondatot emelek ki. A Szentlélek eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam néktek. A kedves gyülekezet testvéreim már megszokták, hogy én arról is beszoktam az igehirdetésem elején számolni, megvan az úton miért, hogy miért pontosan arról az igéről hirdetem az evangéliumot, az örömhírt, amiről hirdetem. Tudnélik, római katolikus és evangélikus testvéreink úgynevezett perikópa rendszer, tehát előírt ige szakaszok szerint prédikálnak, mi úgynevezett református keresztények vagyunk az egyetlenek, hogy szabadon választhatjuk meg, hogy miről is hirdetjük az igét. Jogosan fölvetődhet valakiben az a kérdés, hogy hát most miért éppen el, ha nem ez az egyházi előírás. Ezért szoktam én mindig egy-egy igén inspiratív, ihlető, vagy engem megérintő történetéről bevezetőképpen elszámolni, vagy beszámolni, vagy elmondani, hogy miért éppen erről. Egy pünkösdi ige a nyár kellős között. Hát elmondom, amennyire tudom röviden. Egy kicsit messziről kell kezdenem, 46 évvel ezelőttről, 1944 márciusa volt. Már körülzárták a szovjet csapatok Budapestet, de még német katonák szaladgáltak a Dezsőt utcán fölle. Még időnként egy nagy ágyúdőrenés mögöttünk volt egy üteg, elhangzott valahova Gödöllő vagy Fót felé, volt irányozva csüve, nem tudom hova lőttek, de időnként már szinte szorongva vártuk, hogy pontos időrendben szólalt meg az ágyú, lent a pincében természetes, vagy az alaksorban, valamelyest védettebbek voltunk. Na mikor szólal, meg egyszer csak elhallgatott, azt hiszem egy vagy két nap ebben a riasztó csöndben, hogy na most mi van. Nem igen mertünk kijönni, mert még egy-egy gyakran átsűrített is. Ablakból láttuk, hogy megy be a szembe lévő háznak a tetejébe, hát nem volt ajánlatos kijönni. Egyszer csöndet. És kimegyünk, és egy kicsit szorongva, abban az időben szorongva ment ki valaki, ha csöngettek. Három fiatal, 20 és 25 év, vagy 26 év közötti fiatal német katona áll az ajtóban. Németről mondták, hogy hallották, hogy itt lelkész lakik, és tud németül. És beengednénk valamiért őket, és már rögtön mondták, és már mennek. Ha elmondtam valaha, azt hiszem a jubileumon egy pár szóval elmondtam, de talán többet nem hallották, elmondom, hogy beengedtük őket. És akkor bemutatkoztak, az egyik azt mondta, hogy én lelkész vagyok, tudnék a németek a lelkészeket is besorolták katonára, fegyveres szolgálatra. A másik azt mondta, hogy én diakónus vagyok, a diakónus az a lelkipásztor, palás nélkül, de hívő szolgálat. A harmadik, azt hiszem, csak hívő ember, vagy presbiter volt. Megálltak, és csak azt mondták, nem kérünk többet, ha ön lelkész, adja nekünk úrvacsorát. Nem nagyon magyarázták, de megdöbbentünk, mert éreztük, hogy ők az utolsó úrvacsorát kérik, mert el is mondták, hogy körül vannak véve, és ők nem hinszik, hogy ebből ők valahogy ki tudnak törni, mint ahogy nem is nagyon sikerült. Egy kicsit, nem is olyan kicsit, nagyon is körül voltunk zárva is. Nem csak ők hárman, nem, hanem mi.
a kis családot lent az alaksorban se tudtuk, hogy néhány nap múlva mi történik velük. Elmúlt 46 év, vagy másfél héttel ezelőtt jön Németországból egy levél, ismeretlen név, ismeretlen hely, ugyan kiírhatta, fölbontom, és a legnagyobb megrettülésemre a diakónus írta, ő leírja, hogy a másik kettővel mi történt, nem tudja, őt valahol a Normandiába, vagy hova vezényelték, és ott fogságba került, valamiképpen túlélte, és szeptemberben most ide készül Budapestre, és megtudta egy engem ismerő magyar hölgytől, mert elmondta ezt a történetet, hogy én még élek, és vajon meglátogathat-e bennünket, ott, ahol ő még a napot is leírta, március 26-án, így írta a dátumot, urvacsorát, az utolsó urvacsorát vettes, ami engem leginkább megrendített, hogy szinte minden szóra emlékezett, leírta is, amit beszélt. 46 év után. Minden mondat, amit ő mondott, amit mi mondtunk, hogy ők miért mennek és miért készülnek halálra, mi miért maradunk élet és halál fenyegettetésében. Mindent leírt hosszasan, szinte idézve és megrendített, hogy mennyire emlékezik. Amikor meghatódok, vagy valami mélyen érint, akkor elbújok. Vagy a kertem sarkába, vagy a szobám sarkába, és behúgyom a szemem, és beszélgetek a gazdámmal. Hát ezt tettem akkor is, és amikor csodálkozván, hogy 46 év után minden mondatra emlékezett, amit beszéltünk. Így ennyi idő után, amióta hirdetem az Isten igét, először lett világos a Szentléleknek egy sajátos szolgálata, ami valahogy úgy nem lett hangsúlyos eddig a számomra, hogy az egyik szolgálata az Isten szent lelkének, hogy emlékezz. Erre sose tevődött számomra a hangsúly, most először erre a megrendítő levélre. A Szentléleknek egyik szolgálata az, hogy és én emlékeztetlek benneteket mindarra, amit én mondtam nektek, vagy az én nevembe valaki, ezt már én teszem hozzá, mondok nektek valamit. A Szentlélek misztériuma csodája, hogy hirtelen a mélyből valahol fölhoz valamit, eszetekbe juttatok mindent, amit én mondtam nektek, és itt egy pillanatra meg kell állni. Nem szeretnék pszichológizálni, de azért mégis el kell mondanom, hogy honnan juttatja az eszünkbe, a tudatunkba a Szentlélek azt, amit egyszer Jézus nekünk mondott, vagy Jézus nevében nekünk valamit mondott, úgyhogy azt Jézus is mondhatta volna. A tudattalanunk. Van bennünk egy ilyen valami a lelkünk mélyén, ahol annyi minden besiet, testvérek, semmit nem felejt el az ember. Csak elsietnek gondolatok, mondatok, a jók, a tiszták, a tisztátalanok, a Jézusiak, a démoniak ide lesietnek, és olykor előjönnek, vagy álomban, vagy valóságban, és hirtelen, már így mondjuk, hogy beugrik egy gondolat, de az Jézusi gondolat, az ebből a mélységből, amely nem csak a lelkünk szemetes ládája, vannak nagy pszichológusok, akik azt állítják, hogy a tudattalan egy nagy szemetes láda, nem. Ott más is van, pozitív dolgok is vannak, szent dolgok is vannak, és ez az, amit az Isten szent lelke, ha tetszik neki és ha akarja, hirtelen fölhoz és eszünkbe juttatja, innen a mélyből fölemeli, mint ahogy a háziasszony a mélyen hűtött, nem tudom,
fél éve mélyen hűtött dolgot hirtelen kiveszi, és drága ételt csinál belőle a Szentlélek innen, ebből a léleknek a kamrájából, ahol, ha szabadjon a hasonlatot tovább mondanom, mélyen hűtötten bent van, hirtelen kiemeli a Szentlélek melege, eszünkbe juttatja ide fönt, és akkor azt mondjuk, hogy érdekes, eszünkbe juttatta valaki. Fölhozta valaki a mélyből, kiemelte a sok egyéb szemét közül, a gyöngyszemet. És itt egy pillanatra meg kell látni. Emlékszem a lelkésztársam egyik igehirdetésére, amikor a Biblia olvasás szükségére figyelmeztetett, azt hiszem egy Biblia van, hogy a jó hívő ember olvassa a Szentírást, igen, testvéreim, olvassátok, halleluja, ámen, kész. Igen, mondta megint a papunk, hogy olvassuk, hát azért van Biblia, olvasunk, halleluja, olvasunk, nem. Testvérem, nem erről, erről is, de többről, hogy legyen mit eszünkbe juttatni, nagy baj van, nagy mélység, amikor talán senki nincs le. Mert ha mi oda nem juttatjuk le, akkor hogy juttassa ő ide föl? Az eszünkbe. Volt egy drága osztálytársam, már meghalt. Ötödévesek voltunk, vagy negyedévesek már, nem tudom. A széniorunk volt, nagyon komoly ember, fiát most szüntelen látom a boldogan a televízióban. Valami magas állású valaki lett, nagyon tisztes helyen van, kultúrát képviselő, na mindegy. Ez az édesapa, ez a teológus társa kírta Jézus válaszait az emberi kérdések. Jézusi mondat. Egy kis füzetbe, és a teológia folyosóján fölle járkálván tanultak kívülről, és mondom neki, te Pali, hát miért kell neked ezt kívülről megtanulni, hát mindjártnak van Bibliát, hát akkor kikeresi. Te, Bandi, lehet olyan szituáció az életünkben, amikor még Bibliánk se lesz, jobb, ha azt én elraktározom. Én ezzel is felejtettem, úgy az ember elfelejt, úgy lemegy a mélybe. Aztán ezt a drága lelkésztársamat néhány lelkésztársammal együtt tábori lelkésznek besorolták. A nagyon kevesek közé tartozott, aki igaz, hogy nagyon súlyos betegségben, amivel rövidesen bele is halt. Visszajött, akkor én őt meglátogattam, budapesti lelkipásztornak. És erről arról beszélgetvén egyszer azt mondta, hogy emlékszel, amikor egyszer megkérdezted, hogy miért tanulom én meg Jézus szavait? Hát tudod, ott az első vonalban, amikor sebesültekhez kellett odakúznom, meg a Vöröskeresztes kórházban haldoklók belé leülnöm, nem volt Biblia, mert szétbombázták azt a kocsit, hogy minden holmén volt. Csak annyi igény volt, amennyi itt volt. Meg itt volt, és nekem kívülről kellett mondanom, és a gazdám látott, előre fölkészített, és tudtam a Jézusi mondatokat. Haldoklóknak mondtam, betegeknek mondtam, és nem én mondtam, nem kegyes, bocsánat, így mondta, hogy szósz mondtam, hanem Jézus szavai. Látod, ezért tanultam meg. Én nem tudtam, hogy miért kell, de a közös gazdám tudta. Most testvérek, közülünk valaki holnap után egy kórházi ágyon feküdhet. Annyi ereje se lesz, hogy oda nyúljon az ilyen szekrényhez, hogy föllapozza a Bibliát. Egy ilyen helyzetben már nekem se volt, de eszembe juttatta azt a szót, az élet és halál peremén a gazdám, hogy bízz én
vagyok, ne félj. Ezt mondta a viharba került tanítványainak, mikor megy felé, bízzatok, én vagyok. Arámú, Ani, Hú, hányszor elmondtam, azt jelenti, hogy én, ő vagyok, mert ő arámú beszél. Én vagyok ő. Nem csak, hogy én vagyok Jézus. Jézusban itt van veletek az Isten. Bízzatok, én vagyok. Ezért ne féljetek. De jó, hogy én ezt kivűrültem. De jó, ha most csak ezt az egy valakit valaki elviszi. És majd eszibe. Amikor tolják be egy műtőszoba, és már ott nem lapozik, és már kezd kábulni, akkor jusson eszébe. És a Szentlélek eszébe fog jutatni. Bíz, leány, fiam, én vagyok, veled vagyok, ne félj. Vagy hazamégy, vagy hazamégy. Igen, testvérek, nem kegyes kérés. Gyógyító, életmentő kérés volt, amikor lelkésztársam azt mondta, hogy testvérek, olvassuk, olvassuk, olvassuk. Hát most nagyon igyekeztem elmondani, hogy többek között miért. Beesett a lelkészéhez valami problémával egy férfi, hanem 50-es. Hát bocsássátok meg, testvérek, hogy mindig az életet mondom, mert nyakik vagyok az életben. Csak így tudom megmagyarázni azt. És elmondta ez a férfi, hogy mással kapcsolatban, szinte már ez már, hogy félig meddig, úgy mellékesen, de talán ez volt a lényeg. Tehát lehet, hogy éppen ezt kellett kiadni. Eljutott a férfi klímax peremére, van 50 tájt, amikor a férfiak, mert van ám, ha nem tetszene tudni, férfi klímax is, amikor vagy letörnek, vagy betörnek, vagy kitörnek. Kicsit meghibbant férfiak, vagy depressziósak lesznek, letörnek, mert az erejük, testi, lelki, szellemi erejük fulladik ez. Jön a nyugdíj, a pensionitis, mert van egy ilyen betegség, vagy egy kicsit meghibbannak, és a 25 éves titkárnőjükbe beleszeretnek, azt hiszik, hogy szerelem, de hogy rejtett halál. Azt hiszik, van fiatalság átömlesztés, vérátömlesztés van, fiatal átömlesztés, fiatalság átömlesztés nincs. Na, elmondta ez a kicsit kifelé törögető, kacsingató, a ifjú titkárnőjébe belepottyan férfi, hogy a lelkészének, hogy hát, kinyitotta a fiókját, mert ő nagy atléta volt, és ennek a ifjú hölgynek meg akarta mutatni, hogy volt ő nyújtón, ott rengett, és karikán, vannak ilyen fényképek, ilyen legény volt, hogy másnap beviszi az irodába, és megmutatja, és hogy kihúzta a fiókját, ott volt az esküvői fénykép. A legtettei, betette a fiók. De hirtelen ott látta magát fiatalon, feleségét is mögöttük a lelkipásztor, és eszibe juttatta az Isten szentelke az esküvői igét, ami így szólt, elmondta a lelkésznek, akinek ezt elmondta, hogy ez volt, tetszik tudni az esküvői igénk, a ti beszédetek legyen, igen, igen, nem, nem, mert ami azon felül van, az a gonosz. Eszibe juttatta, hogy az egyik igen az övé volt, a másik igen a felesége. Aztán hirtelen, mint aki kihozzanak, és szépen visszatolta a fiókot, átment a szobán, benyitotta másik szobába. A fia számtanra tanította a kis húgát, és a feleség meg éppen gyümölcsöt hámozott a gyerekeinek. Azt mondta, hogy tetszik tudni, nekidültem a másik ajtófélfának, és sírtam szégyen. Fölébredt. A kábulat.
ezért bocsássák meg, hogy ennyire az életet mondja. De hát Jézus az élet. Ő az élet. Ezért az életben juttat valamit az életünk kellős közepébe, ott, ahol baj van, ahol szorongunk, ahol lépnünk már kifelé. A becsületből, a tisztességből, a hűségből, az adott esküből. És így folytatódik, és én a végén tartok. Olyan csodálatos, és ezt lám, a rossz pap is volt itt tanult. 55 év után is most értettem meg, hogy így folytatódik ez az ige. Eszetekbe jutatok mindent, amit én mondtam nékkel, és így folytatódik. És békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek, de nem úgy adom néktek, ahogy a világ adja. Amikor eszünkbe juttat valamit, ennek a drága mellékterméke ráadása az isteni békesség. Nem nyugalom, mert nyugalmunk, az sosincs. Testvérem nincs. Nem adjuk egymást, de békességünk. Reményik szerint a nagy költözőnk békesség is. Amit nem úgy ad, ahogy a világ adja. Mi csak mondjuk egymásnak a testvérként, nyugi, nyugi, nyugi. Ő nem így ad. Ő békesség. Úgy, hogy esünkbe juttat egy igét. Például lesz. Tessenek alábúzni. Békességet. És akkor még hozzátesz valamit. Ne nyugtalankodjétek a ti szívetek. Ne is csüggedjétek. Testvérkét. Hát most olyan nyugtalanító időket élünk. Mielőtt idejöttem, valaki fölhívott telefonon, és úgy bele nyugtalankodott a telefonba, hogy majd elsírtam magam. Hát mivel már elég idős valaki volt, azért annyit mondtam, de azért nem lőnek, testvérek. Mert aztán odajött a párja. De azért megreggeliztek, igen. Van fedelük, igen. Lőnek? Nem. Hol vannak? Boszniában? Nem. Akkor ne arra gondoljanak, én megyek az Isten tiszteletre, maguk meg arra gondoljanak, ami van, és nem arra, ami nincs. Olyan telefonjuk volt, hogy az egyik fogta az egyik felét, a másik egy ilyen pót hallgatóan fogta a férj feleség. A férj beledünnyögte, hát igen, kedves Bandi bácsi, úgy még sohasem volt, hogy valahogy ne lett volna. Ez a szokásos. Isten kegyelméből mellette hallottam, hogy azt mondja a feleség, add ide, tudnék a kajdót. Odaadta. És úgy mondta, hogy nekem is mondta, és a férjének, hogy szeretném egy kicsit korrigálni. Úgy még sohasem volt, hogy valaki ne lett volna. És ha mindent eltetszenek felejteni, amit én majd heverek töntölök. Az emlékeztető Szentlélekről ezt az egy. Ne nyugtalankodjék a te szívetek. Ne féljetek. Úgy még sose volt, hogy valaki ugyanaz a van, aki egyszer azt mondta, hogy én vagyok a vagyok. Itt van a kép. A vagyok, aki vagyok. Az ne lett volna velünk. Hát nem volt egy ilyen. Hát köszönjük meg, hogy ugyanaz lesz velünk, aki eddig velünk volt. Ámen.